Nikai a miénk. Népességet eloszlatjuk. Falakat megjavítjuk. Építünk egy kormányépületet. Ó, de jó, ma volt ideiglenes kormány felépítve. Jaj, de jó, kaptunk még egy trédet, hogy elfoglaltuk Britanniát. Van még valami, amit akartam építeni? Aztán nem. Ja, termomban, hogy fel kéne húznom azt a városházát valamikor már. Na mindegy. Következő kör. Jön, egyszerűen le tudunk menetelni délre Lászboszig. Ezt a László seregét ott útközben azért kiütjük, mert szükségünk lenne arra az őrtoronyra. Vagy az már az ott szereuk ide, vagy László terület. Nem vagyok olyan biztos, hogy melyikükhez tartozik, meg hol van pontosan a határ. Az ott még László. Oké. Korintoszon van egy farmunk. Nikaiában megjavult a fal. Szuper. Először is Termonba építünk egy istenverte városházát. Másodszor, Bizantiumban ugye termelődnek a hopiták azóta is. Hopitákat kiküldjük Nikaiába. És reggel tovább menetelünk. Á, Nikai, így lázad. Levisszük az adókat. Megépítünk egy ilyen normális képzőépület barak dolgot. Építsünk. Ja igen, persze, hogy megint elfejtettem a követünket. De menj tovább északra és keletre. Még egy év. Egyre hosszú volt ez az év. Pergamont hagyjuk kapitulálni. 9 kör, de nem akarom megtámadni. Egy ekkora helyőséget nem. Új, micsoda képzőépület van ma. Építsünk itt egy új farmot. Meg építsünk Termonba egy egyszerű csatornarendszert, meg Korintoszon.
kíváncsi vagyok, hogy ez tovább megy-e valamiben, mint a rómaiaknál. Ott ugye ebből lehet latifundiát építeni, szóval megépítjük, földosztás. Nem történt semmi különös, na ebből tudok valamit tovább építeni. Igen, ugyanúgy tovább tudom építeni, remek. De ezt majd kihasználjuk, ezekből rohadsó bevételt lehet szedni. Meg ugye megdobja a népességet. Majd Ambrakiába is akkor csinálunk egy ilyet. Csak ugye jó sorba kerül főleg az első lépés. Byzantiumba kész kormányépületünk. Újra képezzük az egyik trák egységet, végre beküldjük kikötőbe a flottát. Újra tudjuk képezni ott. Úgy látom, nem. Az jó. Akkor majd kivisszük a téma vagy valami. Küldjük tovább keletre a követünket, ott lesz egy szarmata falucska. Egy pillanat. Oké, itt is vagyunk. Másnak közben szerintem elküldjük északra ezt a követünket, mert tudom, hogy a szkíták néha benyomulnak Észak-Baktriába. Ez egy lázadó. Mik ezek? Ja, indiaiak. Kíváncsi vagyok, hogy Baktria mennyire nyomult el Indiáig. Ugye a legkeletibb tartományokból ugye ők is tudnak indiai elefántokat képezni. Au, Szeleukidák! Hát akkor elvonjuk az Pergamontos romlós seregünket és harcolunk. Megpróbáljuk elfoglalni a gazdag kisázsiai Szeleukida városokat. Oké, megint a... Ó, őt is képzik Spártába. Azt hittem csak azokat tudják, akiknél kapok üzenetet, hogy őket tudják, de ezek szerint nem. Termomba kész van az új városháza. Ambrakiába lassan. És az arabok is hadba kerültek a... Hogy is hívják okkal? Szeleukidákkal. Ó, a fenébe a rohadék, ez okos. Télen támadott meg, ilyenkor lassabban tudok menetelni. Ezeket itt újra képezzük, és építünk itt utakat, hogy gyorsabban át tudjak érni innen. Valamint a flottát visszarendeljük egész Athénig. Ott újra képezzük, és onnan hozunk majd sereget, mert a Szeleukidák ellen szerintem kell majd még egy... Ez a jól kifogott rajtam. Nem hittem volna, hogy megtámad. Az az igazság. Kavikar. Reméljük, hogy nem rohamozza meg a várost. Ha nem, akkor leverem azt a sereget és elnyomulok egész Ipsosig. Oké, nem rohamozott. Utána meg talán délebre. Egy új férj. Egész jó, oké. De hol vagy, téged kirendelünk Athénba, mert ott nincs most a helyőrségnek vezetője. Szóval az mégis egy eléggé fontos város. Oké. Megvan Termumban a csatornarendszer. Egyelőre most nem emelünk új hadsereget, szerintem ezek elegen lesznek. Meg kell majd itt a pénz a zsoldosokra. Sőt, rögtön fel is veszünk két tesszárgyai nehéz lovas egységet. Ez egy kicsit sokba kerülne. Akkor mégse. Ezek szerintem elegen lesznek két hadsereg ellen. Aratós kapitány. Középfalanx. Szerintem ez nem kellek, hogyha Zemmi nem veszít elefántot, akkor elfogadjuk az autóbattle-t. Az elefántjaink rendben vannak, oké. Tovább nyomunk Ipsos fele. Nikájában én nem tudok képezni, Byzantiumban meg nincs elég ember a városba. Építünk egy csatornarendszert, hogy ezen segítsünk. Valamint Korinthoszban, hogyha már megépítettük ezt a cuccot, akkor elkezdjük építeni ezeket a birtokokat. Athénban megépítünk egy közfürdőt. Ó, na nehogy elfelejtettem a flottát.
Na mindegy, a Seleukidákkal úgy sem akarok szarakodni, főleg tengerem. Ez nagyon bátor volt. Hát szerintem ezt elautóba tudozzük. Azért ez... ez egy nagyon hülye csata, esélye sincs. Még túlerőben is vagyok, és akkor nem is beszéltem a... az emmi vesztett 6 elefántot, akkor egy pillanat és visszatérünk. Várjunk, megnézzük, hogy tényleg vesztett elefántokat, mert ilyenkor néha nem. Akkor néha visszaél ennek a csata után valahogyan, nem tudom. Biztos nagyon fejlett elefánt doktoraink vannak. Szóval, vannak elefántjaink? Nincsnek. Akkor egy pillanat. Na, lássuk. Az ellenségsége főleg lándzsásokból, úgyhogy túl intenzív manőverezésre nem számítok. Szerintem húzunk egy vonalat a falangszokból. Mondjuk így. A szárnyakat védjük a lándzsásainkkal. Ezt a hobbitegységet itt hagyjuk középen, hát ha hátulról ügyeskedik valamit. A lovasságunkat itt hagyjuk a nyílt terepen. Tolemaios jön az alakzatok mögé, és ide jönnek mellé az elefántok. Kihagytam valakit? Úgy látom, igen. Kit hagytam ki? A toxotájt. Bontott alakzat, rángoló nyílveszők, amik egyébként közben rájöttem, csak a morál csebzik. Skirmish mód nélkül. Kezdjük. Na. A két legerősebb egység az a két phalanx. Arról jön az ellenséges erősítés, szóval nem kell aggódnunk, hogy a hátunkba sétál, egy falangsza lesz a szem. Nem minél úgy gondot okozna, szerintem szarrá verjük egyszerűen. Az a csodálkozó egység egy kicsit nagy, ez egy probléma van. Lehet, hogy majd meg kell lovasságoznunk. Ó, az ijászaink már is lőnek. Ja igen, ezek csatározók, ezeknek kisebb adótával, mint az én ijászaimnak. Az ijászokkal inkább majd a falangszot célozzuk, amint tudjuk. Ötűnik a falangsz nem jön előbbre. Akkor cél ez a könnyű gyalogság. Anatóliaiak. Ó, feltasztok. Ott az ellenség lovassága. Támadás. Mondjuk csatározók, tehát valószínűleg el fognak futni, amikor ezt látják. Igen. Azok ott viszont nem csatározók. Ezzel az egységgel elfordulunk a csatározókra és kergetjük őket, ezzel lerohanjuk az ő lovasságát. Az elefántjaim ránézése hatótávon kívül lesz nem még egy ideig, szóval nincs gond. És lőjük a falangszot. Addig is váltsunk nem lángoló nyilvesszőkre. És mi a fenne? Egy pillanat. Oké, itt is vagyunk, csak egy kis technikai probléma. A lovasságát úgy látom megvertük. Elég szépen. A mi lovasságunk pedig kergeti a csatározókat a térképről gyakorlatilag. Jó. Keleti könnyű lovasság, lemészároljuk őket gyorsan. Aztán utána megrohamozzuk a csatározókat a lovasainkkal, hogyha a falangszokkal még mindig nem akar mozogni. Mióta kapja a nyilvesszőket, egy kicsit intenzívebben mozog. Meg akar kerülni? Ám legyen. Ezt a két lovast ott... igen, ennyi volt a két lovas. Támadjuk meg a csatározókat oldalról, közben úgy látom elkaptuk a csatározó lovasságot. Állj, de rám jön a falangsz. El onnan. Ugye az erősítése. El onnan. Oké, az szépen átfogott a falangszon. Mondjuk nem voltak alakzatban, azt meg kell adni. Most meg ő üldöz a csatározóival. Aztán elég messze vagyunk a falangszól, fordulunk, támadunk.
amiket gyorsan megfutamítjuk szerintem. Oké, elkezdett belevenni a falangszaimba a csatározóival, ezeket itt lekaszálják. Futás kifele. Jó, hogy ezeket itt hagytam tartalékba. Ezekkel meg tudjuk majd kerülni a falangszokat. Az egyszerűen bele fog sétálni a láncsáimba. Miközben kapja szemből a dobód, izéimet, dobó láncsáimat. Á, csatározók, fordulunk. Ezeket itt lekörgetjük. Sőt, rájuk rendeljük a kisebb egységünket, és ezzel itt üldözzük azokat, vagy megtámadjuk azokat, amik még harcolnak. Pár szerencsétlent. Ezekkel így megrohamozzuk az ő láncsásait. Ezzel itt pedig befordulunk a falanx mellé. Ahogy elnézem, azt az ellenséges falanxot jól hátba tudjuk kapni, mert a lovasságomra fordult rá. Van még három ember egy egész falancból. Na, ott a kappadókiai könnyű gyalogsága. Akkor veletek is támadunk. Garmolót kinyomtam, oké. Veletek meg elkezdünk erről belefordulni az ellenségbe, és mi a fene van a lagokkal? Rebsz, miért nem kooperálsz? Támadjuk le azokat a barítjásokat, sőt, elmanőverezünk és egy pillanat megnéz... Megjavult? Nem javult meg egy pillanat. Tudjátok, imádom, amikor a programok jobban tudják, hogy én mit akarok, mint én. Például, mint most, amikor beállítottam a Steamet, hogy ne frissítsen semmit, erre elkezdett letölteni és installálni egy frissítést. Na. Támadjuk meg a barítjásokat. És lefagyott a Rebsz csata közben, aztán a játék csata végén. Ugye ezt kénytelen leszek lejátszani újból, a legutóbbi csatában azt hiszem 38 embert veszettem, és ez az erősítés flanc úgy, hogy van meglépett, az elefántokat nem is tudom használni, mire elkezdett menekülni, mire odaértek. Na de... lejátszom, majd szólok a végeredménnyel. Akkor itt is vagyunk, az ellenség jó része már menekül. Azzal a flancot megpróbál lemenekülni a hadszíntéről, de nem akarom engedni. Úgyhogy utána küldjük a lovasságot, bármennyire is utána ezt csinálni, megfogjuk és megvárjuk, amíg ide ér a gyalogságunk. Közben Ptolemaiosszal meg lemészároltam pár menekülő egységet. Azt ott már nem fogjuk utolérni szerintem, de azért hagyjuk a lovasságot, hadd próbálják meg. Ah, nem lesz meg, kim van. Fenébe. Ups, ott ki van. Három kappadókiai könnyű gyalogos, szerintem ezt hagyhatjuk futni. Az egység ott már leszett nyelisze fele. Ez itt pedig... hát három gyalogos, menjünk rá. De nem fogjuk utolérni szerintem. De elkapjuk. Talán az pont ide ér, hogyha az emi útkeresése nem cseszik be. De becseszett. Tong, tong, tong. Na azért egy párat megölt. Remek, és most remélem, hogy nem döglött be a Frebsz időközben, mert az előbb se láttam egészen addig, amíg le nem állítottam a felvételt. Hol a győzelmem? Kicsit több embert vesztettünk, kicsit többet öltünk meg, elfogadható. Oké, itt is vagyunk. Ezeket megvertük. Oké, és szabad zúti Ipsosz fele. Még egy év. Szeleuk idek a legfejlettebb nép, ennek nem örülök. Szerintem ez ahhoz lehet közük, hogy szétvertem a hadseregüket és ettől megugrott a bevételük, de nem vagyok benne teljesen biztos. Ez egy kupac falanx, ezeket kiéheztetjük. Nem akarom őket megtámadni. Falanxokat megtámadni nem a legjobb ötlet. Viszont most egy pillanatra újra képzem a flottát először is. Aztán egy pillanatra megállítom a felvételt, mert ki akarom deríteni, hogy mitől fagytunk le és hogy most is lefagytunk-e. Úgyhogy mindjárt visszatérünk.